Shakespeare egyik, ha nem a legvéresebb tragédiája, Titus Andronicus. Ám nem ez a történetben a lényeg, hogy kit, hogyan és hányféleképpen kasszabolnak le. Igazából ez a bosszú természetrajza és pszichológiája azon túl, hogy maga a történet egy személy köré körül rajzolódik ki, Titus Andronicus körül, aki önmaga minden, amit megtestesít, amiben addig hitt, a tisztesség, a becsület, a hazaszeretet, a hűség, a család összefogása, szeretete, és hogy hogyan hull minden a porba, hogyan dől össze, mint egy kártyavár, egy pillanatnyi rossz döntés következményeképpen, ami arra is visszhangzik számomra, milyen világban élünk ma, ahol szintén, mint ahogyan a Titus Andronicusban, ebben az ókori római történetben, természetesen idézőjelben vett ókori történetben, ahol nincs megbocsátás, nincs tolerancia, ahol az erőszak, a gyilkosság, a rasszizmus, az önzés, ezek hívószavak, hova vezet egy olyan világ, és mi lehet a szerepe annak a gyereknek, aki egy ilyen világban él, van-e szerepe, van-e jövője egy ilyen felnövekvő nemzedéknek egy olyan világban, ami egyszerűen szükségszerűen rohan a pusztulás felé, a totális pusztulás felé. Köszönjük, akkor Tamást is megkérjük a szerepről. Igen, én nekem ez a szerep, ez leginkább azt tudom mondani, nem tudok mondani. Ez olyan jó volt, amit a Kitty mondott, ezt vegyétek bele, én itt elülök mellette, nem tudok már többet mondani. Én nem így nem tudok beszélni. Ja.